Secretary Kadar, welcome to... Kadar úr, üdvözlöm műsorunkban. A perestrojkát és a glasnostyot, amely most nyert teret a Szovjetunióban, önök kezdték. Önök voltak az úttörők. Sokan úgy vélik, hogy Gorbacsov Magyarországot használja modellként a szovjet reform kísérlethez. Ön szerint ezt teszi? Nem így fejezném ki. Mi egy bizonyos útra léptünk, egy szükséghelyzetből kiindulva, aminek lényeg az volt, hogy másképp kell dolgoznunk. Sok mindent megváltoztattunk a korábbi gyakorlatból, de mindig hozzáfűztük, hogy amit csinálunk, az nem modell. Most, önök ezt tudják, a Szovjetunióba elindult egy igen jelentős folyamat, amit Perestroika és Glasnost néven ismert meg a világ. Ezzel összefüggésben Gorbacsov is sokszor hangsúlyozza, hogy amit ők csinálnak, az nem követendő modell. Tehát így áll a két megítélés mindkét részről. Viszont mi is valljuk, Gorbacsov főtitkár is hangsúlyozza, hogy az összes szocialista ország kölcsönösen érdekelt abban, hogy egymás tapasztalatait figyelje, megismerje, megértse, és a saját gyakorlatával értelem szerint felhasználja. Ön szerint Gorbacsov főtitkár tanulhat a magyar tapasztalatokból? Vannak-e olyan tanulságok, amelyeket hasznosíthat az önök tapasztalataiból? Én gondolom, hogy van ilyen tapasztalat. Ő maga ezt hangsúlyozta. Amikor ő főtitkári minőségében először leült velem tárgyalni, én azt mondottam, hogy egy hosszabb folyamatról kell szólnom, hogy a mai politikánkat jobban megérthesse és követhesse. Ő mondta, hogy ismertesse. Mondtam, én közben több ízben meg akartam szakítani, abba akartam hagyni a mi dolgaink ismertetését. Ő akkor azt mondta, hogy folytassam, mert ezek nem csak magyar ügyek, ezek a szocializmus problémái. Tehát ő így viszonyul hozzá. A Gorbacsov bizonyos mértékig modellként tekinti Magyarországot a Szovjetunió számára, akkor mit gondoljon az itt és most kialakult piaci szocializmusról? Önök nagy utat tettek meg, de vannak problémáik. 15%-os az infláció. Önök bevezették a személyi jövedelemadót, egy progresszív jövedelemadó rendszert, amely 60%-ig is felmehet. Önök bevezették az általános forgalmi adót, amely akár 17%-kal is növelheti a termékek árát. Nos, én remekül éreztem itt magam, de néhány magyar azt mondta nekem, hogy itt egy skandináv adórendszer van egy harmadik világbéli bérrendszerrel. Ezen kívül $1 milliárd dotációt vontak el a vállalatoktól, és ez munkanélküliséghez vezetett. Nem jelenti-e ez azt is, hogy önök csapást mértek a szocialista rendszer lényegére, amely a bölcsőtől a sírig minden ember számára garantálja a munkalehetőséget? Most először létezik munkanélküliség. Röviden, ha Magyarország a reform modellje, akkor a modell hibás? Vagy ez olyan modell, amely teljességében még nem működik? És mit tartogat a jövő? Hát kérem, én felelős poszton a hosszú ideje végig tudom követni, és részese vagyok ennek a folyamatnak. Annak a fejlődésnek, ami hát úgy nagyjából mondjuk 3 évtized, különböző szakaszai vannak. Egymástól megkülönböztethető szakaszai. Az első szakasz egy bizonyos konszolidációs szakasz volt, ez körülbelül 3 esztendeig tartott. Azután egy elég lendületes fejlődés időszaka következett, ez egy ilyen
14-15 évig tartott, utána a fejlődésünk megtorpant. A fejlődés megtorpanásának több oka van. Az egyik az itthoni munka nem kielégítő volt. A másik bizonyos nemzetközi körülmények, amelyek nekünk nem segítettek. Hát itt gondolok a világpiac átrendeződésére, olajárrobbanás és a többi, amelyből következik, aminek ránk nézve negatív hatása volt, hogy az általunk exportált cikkek ára lezuhant, a vásárolt cikkek ára fölment, és még értékesítési akadályokba is ütköztünk a tetejébe, különböző korlátozásokkal találkoztunk, pótvámokkal. Na most a reform útját én, nem csak azért, mert részese voltam, fontosnak, életbevágónak és eredményesnek, működő reformnak tartom. Ezt avval is bizonyítanám, hogy a fejlődésünk mindegy 7-8 éve megtorpant, tehát a termelésfejlesztés életszínvonal alakulása is lefékeződött alaposan, de ezt az időszakot is azért tudtuk abszolválni, és maradtunk talpon, mert a reform útján járunk. Az én meggyőződésem szerint a további út gazdasági vonatkozásban a reformok folytatása. Itt vannak bizonyos nehézségek természetesen. Mi nem tudjuk pontosan azt az útat követelni, amivel termékszerkezetet váltanak mondjuk fejlett kapitalista országok. Ez a mi társadalmi rendszerünk lényegével nem egyeztethető össze. Nekünk a szocialista útat kell megtalálnunk a kibontakozás útjára. Ennek azonban a rendeltetése és a célja a hatékony gazdálkodás feltételeinek megteremtése. A helyzet azonban nagyon súlyosnak tűnik. Az önök külföldi adóssága 18 milliárd dollár, amely évente 1500 dollárt tesz ki minden lakosra számítva, akiknek a jövedelme azonban havonta átlagosan 120 dollár. Ezért a magyarok három állást is vállalnak. A halálozási arányszám nőtt, a születések száma csökkent, mert az emberek nem akarnak gyereket, hiszen a gyereknevelés sok időt vesz el, és akadályozza őket a munkában. Tehát a reform, amely egyrészről sikeresnek mondható, ugyanakkor sok súlyos hibát is tartalmaz. Ön szerint a folyamat megfordítható? Valóban a súlyos és komoly megoldandó feladataink vannak. Ezeknek a megoldása azonban nem képzelhető el másképp, mint a mi viszonyaink között, mint azon az úton, amelyen eddig jártunk. Tovább kell lépnünk. Nekünk a kérdések megoldásában több elég nehéz akadályba kell szembenéznünk. Az egyik, kialakult egy bizonyos fajta egyenlősdi, ami nem járható út. Ez vállalati viszonyatban azt jelenti, hogy vannak Magyarországon jól működő vállalatok is, de azoknak a többlethozamát elszedtük hosszú időn át, és a rosszul működőknek adtuk. Ez az út nem folytatható. És az személyi egyenlősdi sem járható út, feltétlenül azt az utat kell járnunk, hogy ki teljesítményes munkája szerint részesüljön a javakból. Ezt meg kell csinálnunk. Na most ez azt is jelenti természetesen, hogy a beruházásra rendelkezésre álló tőkét és az élő munkát is oda kell átcsoportosítanunk, ahol progresszív és hatékony gazdálkodás folyik. A lakosság 40%-a a létminimumon, illetve az alatt él. Az öngyilkossági arány a világon itt a legmagasabb. Nagyon nagy gond az alkoholizmus.
Meglepően sok az infarktusok száma a 38 és 50 év közötti férfiak körében, a munkai stresszből, a háromállásból adódó. És nyugaton egyesek azt mondják, hogy az önök által bevezetett piacszocializmus, amely majdnem, hogy példa lehetne Gorbacsov számára, nem működik. Nem működik Jugoszláviában, ott 200%-os az infláció. Nem működik Lengyelországban, és önöknek is súlyos problémáik vannak. Mit válaszol ön azoknak, akik azt mondják, hogy a kísérlet a lassú kudarc felé halad? Ezt így nem lehet mondani. Azt kell mondanom, hogy itt sok probléma van, amelynek különböző okai vannak természetesen, amiket ön elsorolt. És hát ez persze megítélés dolga is. Ön mondja, hogy a szegénységi szinten 40% él, ez így el van túlozva. Ez nem így van. Ön, ha jön, megy, érdeklődik bárhol és bárkinél, a magyar nép átlaga tűrhetően él. Gyengébb oldalunk a termelés. A fogyasztásban mi nem állunk rosszul. De a termelésbe állunk rosszul. Nekünk sok vívmányunk van, amit deklaráltunk, kihirdettük, de fáziskézésben voltunk az anyagi alapok megteremtésénél, és itt is változtatni kell. Előbb meg kell teremteni az anyagi alapokat, és aztán kell a vívmányokat továbbfejleszteni. Osztani mi kitűnően tudunk, de azt megtermelni elosztható, ebbe gyengébbek vagyunk. És a szocialista rendszer most világméretekbe küzd avval, hogy a hatékony termelés feltételét megteremtse a szocialista rendszer keretein belül. General Secretary Carter. Főtitkár úr, 1957 óta először a Magyar Szocialista Munkáspárt nagyszabású értekezletet tart itt Budapesten néhány hét múlva. A gazdaság nehézségekkel küzd. Egyesek szerint a gazdasági bajok leküzdésének egyetlen módja a politikai reform végrehajtása. Én úgy vettem észre, hogy az egyetlen javaslat a hatalom decentralizálása, azaz a pluralitás. Ahelyett, hogy a párt lenne az egyetlen és fő irányítója a politikának, azt három felé kellene osztani. A párt, a parlament és a kormány kezébe adni. Ez utóbbinak feltehetően Grosz úr állna az élén, aki most a miniszterelnök. Ezt úgy hívjuk az Egyesült Államokban, hogy végrehajtó apparátus. Ön helyeselné a politikai hatalom ilyetén vagy hasonló megosztását? Igaz, a gazdasági reform útja politikai kérdésekben is változtatásokat igényel. Bár ezek a gazdasági kérdésektől függetlenül is jelentkező kérdések. Na most mindenhol a fennálló társadalom alapjából kell kiindulni. Nálunk egy politikai párt van. De a politikában több tényező van, ön hármat nevezett meg. A pártot, a parlamentet és a kormányt én egy negyediket is megneveznék. Magyarországon jelentős számú társadalmi szervezet dolgozik. Szakszervezet, ifjúsági szövetség és számos más szervezet. Mi azt gondoljuk, hogy a párt gyakorlatában is változtatni kell és fejlődni kell. Ha röviden akarom mondani, azt mondom, hogy mindenek előtt és elsősorban, mint politikai pártnak kell működnie. És nem mások helyett kell működnie. Biztosítani kell, hogy a parlament végezhesse saját felelősségével a saját munkáját, a kormány saját felelősségével a saját munkáját, és a társadalom önálló szervezetei is saját felelősségre és önállóan végezzék a saját munkájukat, és fejlessze mind ez a kor és a helyzet követelményeinek megfelelően. Általános iránynak ezt tartom a helyesnek. Most ezek a kérdések napirenden vannak nálunk. És azra gondolok, hogy az a fajta több pártrendszer, ami jelenleg a legfejlettebb kapitalista országban jellemző,
az Magyarországon nem építhető ki. Magyarországon egyfajta szocialista pluralizmusra van szükség, amelynek a kidolgozása és a kialakulása a jelen időszakban folyik, és nem egy hét alatt végzendő el. Ez egy folyamat. És ezzel vagyunk most elfoglalva. Milyen helyzetben van ma a párt Magyarországon? Én a következőket figyeltem meg. 40 ezer ember visszaadta a tagkönyvét, mert elégedetlen a reform tempójával. 8 vagy 10 ezeren vonultak fel március 15-én, és demokratizálást és szabadságot követeltek. Ön tagja volt a szocialista ifjúsági mozgalomnak, amit most KISZ-nek neveznek. Ma az egyetemistáknak kevesebb, mint 10%-a KISZ tag. Amikor ön fiatal volt, az arány 95%-os volt. Tehát milyen állapotban van a párt Magyarországon? Beteg? A Magyar Szocialista Munkáspárt vezető szerepe az országban érvényesül. Jelenségek vannak, csak a kölcsönös jobb megismeréshez hozzátartozik a valós helyzet megvilágítása. Ön itt említett valami március 15-ével kapcsolatos 6 vagy nem tén hány ezer fölvonulót. Magyarországon március 15-ét milliók ünnepelték. Erről a nyugati sajtó egy árva szót nem szólt. Egy alkalmilag összeverődött néhány ezres tömeg, azt fényképezték, arról írtak, mint a Magyarországon más nem történt volna. Az is előfordult, hogy mostanában pártagok visszaadták a könyvüket. Ez is előfordult. De hát 800 ezer ember ragaszkodik a pártagságához. Nem akar megválni tőle. A reális helyzet megítéléshez a kölcsönös jó tájékoztatás is hozzátartozik. Hadd kérdezzem meg öntől. Lehetséges-e ön szerint, hogy egy második szocialista párt is létezzen Magyarországon? Én a jövőben nem látok, hogy hogy fog alakulni a szocialista pluralizmus, a fejlődés későbbi szakaszában, ahhoz proféta kellene, hogy megmondja. Én szerintem jelenleg napirenden van ez a kérdés, hogy a szocialista pluralizmus kialakuljon az egyes szocialista országokban. Hogy ez szervezetileg milyen formát fog a későbbiekben ölteni, azt én ma megmondani nem tudom. Mi most olyasmivel foglalkozunk, hogy a párton belül is a kisebbségi vélemény se tűnjön el a levegőbe, hanem a döntés előtt azt is ismertetni kell a döntést hozó szervezetekkel. A társadalom méretében pedig a párt arra törekszik, hogy a legszélesebb körű konzultációt biztosítsa nagyon fontos dolgokban, mielőtt döntésre jut. Jelenleg a pártértekezlet állásfoglalás tervezetét milliók tárgyalják és vitatják Magyarországon, és a tapasztalatot összegyűjtjük és értékesítjük. Mi ilyen úton akarunk előre járni, hogy a későbbiekben ez milyen formát fog ölteni, ezt ma nem tudja megmondani senki sem. Lényegében ön tehát azt mondja, elméletileg semmi kifogása sincs az ellen, hogy a későbbiekben egy második szocialista párt is létrejöjjön. Nem tudok válaszolni erre önnek, hogy a későbbiekben ez hogy fog alakulni. Most egy pártrendszer van Magyarországon, és a fennálló intézményeink továbbfejlesztése, ezek munkájának a megjavítása, ez az előrelépés útja e pillanatban. De még egyszer, ön teljességgel szükségesnek tartja, hogy csak egy párt legyen Magyarországon? Ezt kérem, elvileg így nem állítható fel, mert ma is vannak szocialista országok, ahol nem egy párt van.
Ez az adott ország fejlődésének függvényében alakult így vagy másképp. Let me be very frank with you. Hadd legyek nagyon őszinte önnel. It is said that János Kádár. Azt mondják, hogy Kádár János a reformer. Manapság már Kádár János a konzervatív. Sőt, talán még akadályozó is. Kádár János aggódik a politikai változás sebessége, tempója miatt, és le akarja lassítani azt. Igaz ez? Nem, semmiféle lelassításról nincs szó. Itt arról van szó, hogy világos útat kell mutatni, és azon kell járni. Anarchia irányába nem mehetünk. Demokratizálás irányába igen, és akarunk menni, és fogunk lépni. Reformok útján járunk, és fogunk járni, de anarchiába nem megyünk. What reforms do you think? Milyen reformok születnek ön szerint a májusi pártértekezleten? Az elhangzottak értelmében tudom csak jelezni, hogy mi ott mikről fogunk tárgyalni, és maga ez a pártértekezet egy ültében az összes lényeges kérdés végső megoldását nem tudja biztosítani, de az utat, amely a megoldáshoz vezet, ki tudja jelölni, és reményeim szerint ki is fogja jelölni. Is it true that you have an understanding? Igaz-e az, hogy van egy megállapodása a többi pártvezetővel, ön 1990-ben leköszön, de addig is elvi irányítást ad a politikai reformokhoz. Ez igaz? Nincs semmiféle megállapodás. Semmiféle megállapodás nincs. Senkivel. Egyszer beszéltem egy nagykövetével az Egyesült Államoknak. Nem a mostanival. Aki azt kérdezte tőlem, hogy hát ki az utód? Mondtam, hogy ilyen kijelölt utód nincs, és én nem is fogok önnek semmit mondani. Mert ha egy embert egy tisztségből úgy tűnik, akkor nem lehet elmozdítani, akkor a megnevezett utódot kezdték támadni. Ez az élet egy nagyot nevetett, azt mondja, erre nem is gondolt. Azt, amit ön elmondott, én úgy értem, hogy ön most májusban a pártértekezleten nem szándékozik benyújtani lemondását. Engem ez személyileg semmiféle problémát számomra nem jelent. Engem csak az ügy érdekel. Csak az ügy érdekel. Az a megítélés. Sem nekem is. És akik rendelkeznek ebben az ügyben, hogy az a jobb szolgálat. Ha átadom a munkát, akkor nagy megkönnyebbüléssel fogom ezt tenni. De engem csak az ügy érdekel, és nem a funkció, és nem a rang. General Secretary Carter. Főtitkár úr, a Szovjetunióban júniusban lesz egy értekezlet, amely nagyon fontos Mihail Gorbacsovnak, aki problémákkal küzd. Az egyik problémakör az örmények és más nemzetiségek felkelései. Azok, akik nem támogatják annyira a glasnostot és a perestrojkát, mint Gorbacsov úr, azok azt mondják, hogy a felkelések oka a túl sok és túl hirtelen kapott szabadság. Ön szerint mennyire súlyos a nemzetiségi probléma a Szovjetunióban? A nemzetiségi probléma az mindig komoly probléma. Annak mindig megfelelő figyelmet kell fordítani. És azt hiszem, hogy abban az időszakban, amit negatívnak jeleznek a Szovjetunióban, ezzel sem avval a gondossággal foglalkoztak, mint kellett volna. És egy bonyolult, nagy ország, nagy társadalom és sok önálló nemzet és nép él ottan. Most Gorbacsov maga hangsúlyozta,
nagy figyelmet fognak fordítani neki. És megkeresik, és megtalálják majd a megoldásokat. Én a legnagyobb fontosságonak ebben a perestroikában a realitást tartom. Hogy a valósággal szembenéznek, és úgy látják, ahogy az van, és nem úgy, ahogy szeretnék látni. És ez az első számú feltétele annak, hogy bizonyos kérdéseket, ideértve a nemzetiségi kérdéseket is megoldjanak, vagy kiigazítsák azt, amit ki kell igazítani. A nagy probléma a Szovjetunióban, és talán ön is egyetért ezzel, az a tehetetlenség. A bürokrácia tehetetlensége. Gorbacsov élesen szembeszáll ebben. Elvesz 400 ezer autót a párt előkelőségeitől szerte az országban. A tehetetlenség ugye önöknél is probléma. Ön milyen megoldást talál rá? Nem gondolja, hogy Gorbacsov ellenségeket szerez magának azzal, hogy tevékenységében ilyen agresszív, lendületes és hajthatatlan? Szóval a Szovjetunió perestroikájának vannak vezető gondolatai. Gorbacsov főtitkár maga első helyen említi, hogy másképp kell gondolkozni. Ezt még a nemzetközi kérdésekben is ismerik, mert találkoztak vele a szovjet-amerikai tárgyalások során, hogy ugyanazokat a kérdéseket másképp kell nézni, mint korábban. Na most, ha van egy nagy társadalom, egy hatalmas ország, ahol az emberek igen jelentős részétől egyidejűleg igénylik, hogy másképp gondolkozni, másképp élni, másképp dolgozni, és így tovább, az nem egyszerű folyamat. Mert a megszokás ereje borzasztó. Ugye egy bizonyos munka, metódushoz, tempóhoz voltak szokva az emberek, és ezt megváltoztatni. Nem egyszerű. Ez komoly nehézség. Ezért van az, amikor a Gorbacsov azt mondta, hogy a perestroika nehéz, nagy kérdéseket kell, hogy megoldjon, de az maga is vet föl újabb problémákat és nehézséget. Ezek az átépítés és áttalás nehézség. A perestroika és a glasnost egyik példája néhány szovjet történelmi alak rehabilitálása és néhány személy tevékenységének átértékelése. Negatívan Josif Stalinné, pozitívan Buharin úré. Hadd kérdezzem meg, lát-e ön bármilyen lehetőséget Nagy Imre rehabilitálására a perestroika keretében, az önök reformja keretében, mint egy magyar változataként annak, amit most a szovjetek csinálnak? Of what the Soviets are doing. A Szovjet Unióban foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, amit ön említett. Hozzáfűzve, hogy valós és reális történelmi megítélésre van szükség a történelme szerepet játszott személyiségek kérdésében is. Tehát a negatív az negatív, a nem negatív az nem negatív. Ez minden személyre vonatkozik. Nem lehet egy ütéssel elintézni a kérdéseket. A Nagy Imrét nem lehet rehabilitálni bizonyos kérdésekben. A megítélése szubjektíve mi volt a szándék, az egy más kérdés. Arról lehet mindig beszélni. De bizonyos dolgokban rehabilitálni nem lehet. Mert ő föladta a hatalmat, ami Magyarországon volt, és kísérletet tett a szövetségi rendszer fölmondására, annélkül, hogy törvényes fölhatalmazása lett volna ezekre. Annélkül, hogy a minisztertanácsot összehívta volna, és az országgyűlést összehívta volna. Holott a nemzetközi szerződés fölvontáshoz ezek lettek volna szükséges.
ebbe nem lehet rehabilitálni. A szubjektív szándék az egy más kérdés, ez történelmi vizsgálat kérdése, megítélés kérdése. Én fontos helyeken mondtam, hogy a Nagy Imre az nem 14 éves kora óta ellenforradalmár, és a szándéka szerint se tartottam őtet annak, de bizonyos tények beállottak, ami a szubjektív szándéktól független, és amit ő csinált. Let me ask you this. Today, a Szovjetuniónak ma 64 ezer katonája van Magyarországon. In Hungary. Do you think that's Ön szerint jól van ez így? Én a szovjet csapatokról mondok önnek valamit. Az 56-tal kapcsolatban. Az egy rendkívül bonyolult helyzet volt az a 956. Nem csak itt a belső társadalom szempontjából sok minden keverődött, hanem nemzetközileg is. Én a múlt év őszén olvastam, nem akarom megnevezni, nem akárkinek a nyilatkozatát az Egyesült Államokba, aki ezt mondotta, hogy tudja, hogy 56-ban fölmerült a gondolat, hogy a magyarországi eseményekbe katonailag is beavatkozni. És a döntés az volt, hogy nem. És ő szerint ez hibás döntés volt. Ezt csak azért említem, hogy ön megértse, hogy itt akkor milyen helyzet volt. És én már ezt nyilvánosan is mondtam, hogy én azt kívánom, hogy szovjet és amerikai csapatok soha az életben sehol ne találkozzanak, mint ütköző ellenségek. De én, mint magyar, a legkevésbé kívántam volna azt, hogy 56-ban magyar területen ütközzenek. És ezért kellett gyorsan lépni, és a szovjet csapatok segítségét kér. Szerintem. Szeretné ön látni a szovjet csapatok kivonásának menetrendjét? Szerintem a szovjet csapatok magyarországi tartózkodásának kizárólag nemzetközi oka van. A kérdés föl van vetve. A Varsói Szerződés hivatalosan javasolta az összes külföldön állomásozó csapatok visszavonását. Ebben a mi véleményünk is benne van. Erre nincs belső ok, hogy itt szovjet csapatok tartózkodjanak. Nemzetközi okok van. No, nincs belső ok. Engem még bizonyos bonyolultabb időben még vissza is tartott valami keményebb lépéstől az, hogy szovjet csapatok voltak, mert nem szeretem azt a gyereket, aki a nagymama köténye mögül bátor. Tetszik tudni? 64 ezer katona. Fele annyi, mint amennyi Afganisztánban volt. És az ember azt hinné, hogy Gorbacsov, aki a katonai kiadásokat csökkenteni akarja. Ugye? Nem értem a kérdést, de hát ez Magyarország az Magyarország, és Afganisztán az Afganisztán. Én az afganisztáni döntést üdvözlöm, mert ez egy bátor döntés volt a Szovjetunió részében. Magyarország az európai viszonyokkal függ össze, az európai erőviszonyokkal, Magyarországon állomásoló szovjet csapatok kérdése. És azt vizsgálják, és ott lehet valamit változtatni. Magyar belső ok nincs, hogy itt legyenek. Az ön jóslata szerint 10 év múlva itt már nem lesznek szovjet csapatok? Én bízom abba, hogy a viszonyok Európában úgy alakulnak, hogy erre nem lesz szükség. Hadd kérdezzek valamit az önök külkapcsolatai a más országokkal való viszony területéről. Van egy szomszédjuk, Románia. És mintegy 10 000 erdélyi, Erdélyben élő magyar jött át a határon, és az ön országa szívesen fogadta őket. Nyilvánosan. Ön szerint ez tisztességes eljárás az önök szocialista elvtársaival szemben, hogy befogadják a menekülteket, és ezáltal azt mondják, hogy a menekülteknek igazuk volt, amikor átjöttek? Kérem, ezek olyan kérdések, amelyet a jelenlegi és román és magyar vezetés is a történelemtől örökölt.
Tehát az ok nem a jelenlegi román és nem a jelenlegi magyar vezetés. Ezek nehéz kérdések. A nagyszámú romániai magyar kisebbség léte. Na most mi másképp kezeljük a nemzeti kérdést, és másképp kezeli a román vezetés. Mi szerintünk jobban kellene kezelni az ott élő magyarság kérdését, mint ahogy jelenleg történik. És ezért ebből mindenféle probléma adódik. Most van az is, hogy bizonyos számú ember ide érkezett, és nem akar visszamenni. Véleményem szerint a kérdés megoldása nem a népek vándorlása és átköltözése, hanem a nemzetiségekkel kapcsolatos problémák helyes megoldása. Még magyar és román viszonylatban is. És mi ezt szeretnénk, és erre törekszünk, és sok-sok éve tárgyalunk, egyelőre nem kielégítő eredményekkel. Tehát mi nem a népek vándorlásának a hívei vagyunk, az nem megoldás, hogy valami országból, az államból része elutazik, és ezt tartja a megoldást. Mikor volt Ceausescu úrral utoljára hivatalos román-magyar államfői találkozó? Rég volt. Long time ago. Rég volt. Tavaly ön volt Kínában. Sok évvel ezelőtt. Igen. You went to Pekin. Elment Kínába, elment Pekingbe. All the way over there. Olyan messzire. Ceausescu itt van a határ túloldalán. Vele van külkapcsolatuk. Miért nem volt találkozó közte és ön között? Ön szerint ő, mint vezető, netán kívánivalót hagy maga után? Nem, ez a románok dolga. Saját vezetőik megítélése. A magyar-román kapcsolatok sok bonyolult, megoldatlan kérdést tartalmaznak, és ezért ilyen felső szintű látogatás nem időszerű e pillanatban, mert félreértésekre vezethet. Volt, illetőleg egy nem sokára lesz, 4 csúcs találkozó a szuperhatalmak között. Genf, Reykjavik, Washington, és nem sokára Moszkva. Most mit szól ön egy 5. Gorbacsov-Reagan csúcs találkozóhoz itt Budapesten, decemberben, hogy tárgyaljanak az interkontinentális balisztikus rakéták 50-50 százalékos plafonjáról? Hát a washingtoni megállapodást, az atomfegyver, európai atomfegyver két osztálynak a csökkentéséről mi üdvözöljük. Ugyancsak üdvözöljük azt a tárgyalási folyamatot, amiben ma vagyunk, ahol a stratégiai atomfegyverekről kívánnak tárgyalni. Na most, hogy ez hogy áll, hogy nem áll, azt én pontosan megítélni nem tudom. A találkozót, moszkvai találkozó tényét szintén üdvözöljük. Most ez, amit ön itt kérdésként fölvet, én ismerem, ez néhány nappal ezelőtt egy japán újság híre nyomán terjedt el, hogy esetleg itt is találkoznának. Én reálisan ebben még nem találkoztam ebben a kérdéssel, de ha fölmerül, és úgy adódik, számunkra megtisztelő lesz. És készek vagyunk a házigazda szerepére vállalkozni. Kádár úr, ön szerint Mihail Gorbacsov sikeres lesz, vagy az a sors vár rá, mint Hruscsovra? Sikeres lesz. Mennyi időbe fog telni? Évekbe, amíg a komoly eredmények megmutatkoznak. Egy évtized, két évtized, vagy több? Kemény évek kellenek. Miért olyan biztos ön abban, hogy Gorbacsov főtitkár sikeres lesz?
will succeed. Biztos vagyok. Ez az élet követelménye. Ez az irányzat. You mean this is úgy érti, ez az, aminek már eljött az ideje? Így van. Megérett a helyzet. He will succeed over. Tehát Gorbacsov győzni fog ellenlábasai felett. Azaz legyőzi politikai ellenfeleit, a bürokrácia tehetetlenségét, a kemény vonal képviselőit a hadseregen belül. Mindezek felett győzelmet fog aratni. Ez az irányzat győzni fog. Győzni fog. Az összes nehézség ellenére. Mert ez az előrehaladást jelenti a Szovjet Unió és a szovjet nép számára. You have met with Ön már többször találkozott Gorbacsovúrral. Több éve ismeri. Hány éve? Ismerem. How many years? Hány éve? Hát most hirtelen nem tudnám megmondani, de én még mint területi titkárral ismerkedtem meg vele. Mikor még vidéken dolgozott. You think he's brilliant? Ön őt brilliánsnak tartja? Elvi alapon álló, a helyzetet a valóságosnak megfelelően látó, realistának, bátor gondolkodónak és bátor embernek tartom, aki kiváló adottsággal rendelkezik ahhoz is, hogy megértesse, hogy mire törekszik. Az utolsó kérdés. Az a benyomásom támadt az ottani hivatalos személyiségekkel való beszélgetés után, hogy Gorbacsov a NEP, a lenini új gazdasági politika tanait használja fel saját reformjainak igazolására. Így van ez? Valamikor mi a mi harcunkat kezdtük több mint 30 évvel ezelőtt. Mi azt mondottuk, hogy visszanyúlunk a lenini forrásokhoz, és a 20. kongresszus irányát követjük. Több mint 30 évvel ezelőtt ezt mondtuk. Ez százszor inkább így van a Szovjetunióban. Visszanyúlnak a lenini forrásokhoz, és azt az utat követik, amit a 20. kongresszus már megjelzett, megmutatott, de sajnos aztán megállt a folyamat. Thank you very much. Köszönöm, hogy vendégül láthattam önt műsoromban. Készséggel, és remélem, hogy ez népeink jobb megértését szolgálja ez az interjú. Jobb megismerését és jobb megértését. Mert ez fontos, erre szüksége van a mi országaink népeinek is, és az emberiségnek is. Köszönöm. Thank you. És minden jót kívánok az amerikai népnek. Ugyanazt, amit a magyar népnek, hogy a munkájából éljen, és békében élvezze munkájának gyümölcsét. Thank you. Reformok útján járunk címmel azt az interjút sugároztuk nézőinknek, amelyet Kádár János adott egy amerikai televíziós társaságnak.